Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Jöjjenek a legerősebb warframe -eim. Ez egy nagyon szubjektív téma lesz, mert természetesen, hogy mi az erős, az mindenkinek relatív. De ugye a napokban csináltam egy olyan videót, hogy haszontalan warframe ami nem kis vitát válthat ki a videó alatt, érdemes lecsekkolni, és most úgy gondoltam, hogy legyen egy olyan videó is, ami a legerősebb warframe-jeimet és modulásaikat természetesen mutatom be. Nos, hozzá fogom tenni, hogy ugye, mivel az erős azért relatív, ezért igen, személyes a lista, mondjuk így, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem a leghasznosabb, hanem úgy, úgy a legerősebb, hogy azok a warframe amelyek kiállták az idő próbáját warframe-en belül, tehát azok a típusú warfémek, amik a sok patchen és változtatáson keresztül, a legkevesebb vagy egyáltalán semmilyen változtatás nélkül uh, ugyanazok maradtak, ugyanolyan balanszoltak, nem kellett hozzájuk nyúlni, a modoláshoz nem kellett nyúlni, nem kellett újraformázni. És tehát valami ilyesmi um, kategóriát szeretnék létrehozni. Tehát tényleg azok a warfémek, amelyeknek uh, sikerült túlélni uh, az idő próbáját. Nos! Kezdeném is a listát szépen ABC sorrendben menve, az első a e, Chroma lenne. E, számomra ő volt az első olyan volt, amiben azt mondta, hogy annyi formát belerakok, amennyi kell, ahhoz, hogy ez tényleg erős legyen, és minden tehát teljes mértékben megérte a beáldozott formákat ezt, a modulást találtam ki rá uh, szóló és Survivor hozzáteszek egy Arcane Guardian-t is természetesen. Uh, maximális idő, amennyi csak lehetett Range nem szükségetetik, effektivitás nem szükségetetik mert a Rage az uh, pótol az erőbe, és ezzel a bilden nagyon-nagyon sokáig bírja egy másikat is szeretnék megmutatni nektek, az pedig az Ulti build, a pénzformolós build, uh, amennyi lehetett csak erő, max effektivitás, range még mindig nem Kell, mert az úrtiá nem függ a range-től. Nos, a, ezt a két modulást tartom a legfontosabbnak. Ezt, ezt a modulást ajánlom szeretettel nektek kipróbálni, aki még nem jutott el a komához. Egy jég kromára épült, tehát armor-armor hegyén hátán. Természetesen működik a tűz is, de a jéggel öm, ajánlatos. Nos, a következő ilyen Warframe, ami kiállta az idők próbáját, az az Equinox lenne éjszakai formában. A nappali formáját szeretem, de nem inkább úgy gondolom, hogy alacsony és középszintekre való, de az éjszaki formája az, ami az igazán erőt tudja kivitelezni. Erre kitaláltam ezt a modolást gyakorlatilag az egész a hármas képességére épül és a Peaceful Uh, provocation, a Pistol provocation uh, északi formában lelassítja az enemiket és a damage-üket is csökkenti, tehát ha meglő egy 100 es bombard, az föl fog érni egy, nem tudom, 20-as bombardat. Tehát ki fogod bírni a lövéseket, az a lényeg, és 80%-ban lelassítja, tehát gyakorlatilag állóvá teszi az enemiket, amint belépnek a hármasnak a hatókörébe. körébe. Récs, hogy újra töltsön energiát, hogyha arról van szó. 160 range úgy érzékeltem, hogy teljesen elég, corrosive projection, teljesen jó zenurikkal elképesztő dolgokra képes. Nos, ez lett volna a egyik olyan Warframe, amiről úgy gondolom, tehát nem változtattam az idők alatt, nem, nem változtattam oldalásán, mert nem volt rá szükség, ezért is tartom egyrészt erősnek. No. A következő ilyen warframe az Excalibur, és az Excalibur az összes közül, azt kell mondjam, az összes közül az a Warframe, amin aztán egyszer bemodoltam, és tényleg hozzá azóta sem, mert nem volt rá szükség. Ez a fő modolásom Mindent víz. Solo, survival, crowd control, defense, viheted ahova akarod, ez a módolás nagyon-nagyon sokat kibír, és az excalibur egy igazi bízté tette számomra az én játék stílusomban. Van egy másik is. Uh, igen, egy nagy range, ezt raidre találtam ki, ezt a modulást, tehát low retribution raidre, crowd control uh, mirás helyett. Még régen, amikor a mirázson változtattak uh, az ultián, akkor én úgy döntöttem, hogy inkább Excalibur kényelmesebb használni, több feladatot láthatok el, mint a mirázs a pályán, nagyobb területen vakítok, és a többi, és többi. erőre meg nem volt szükség. Szóval ezt a két modulást uh, ajánlom, szeretettel kipróbálni, ez a nagyon szikret Excalibur modulása amit néha kérdeztetek sokszor videókban, hogy, hogy mi az isteni bír így, ez az Excalibur ezért, ezért bírja úgy, az az Excalibur, mert ezt raktam bele, amit beleraktam. Nos, és azóta sem kellett változtatnom rajta, gyakorlatilag tehát nekem tökéletesen uh, megfelel. A következő ilyen Warframe az a Frost lenne. Uh, Ő a volt egy-két változtatás, de nem sok. Tehát az alap elve ugyanaz. Uh, az egésznek egy ilyen nagyon jó kis középkategóriás Frost, oda kell vele figyelni, de tökéletesen megállja a helyét. Ő lenne a csapat, a defenzív Frostom, tehát úgy csinálsz vele, hogy semmi extra, csak lerakod a gömbölet, véded benne, vagy a gömbbe, újra rakod a gömböt. Tehát egy defense Frost, és nem is tudom, hogy hol van, hogy Bén, avagy Cén. Igen, Cén, Cén pedig egy Survivor Frost, gyakorlatilag ami az ultia, arra van, hogy lefagyassza a körülötted lévő enemiket, és a gömbje is azért egy egész jó bírja, hogy védelmet tudjon adni. Ez a két a tényleg istentelenül rég, változtattam, úgyhogy hát van egy másik is, az is egy ilyen kis balanszoltabb valami idő legyen nagy területen, hosszú időre crowd control, tehát lefagyassza az enemiket, semmi extra. 5000 félre modolás van, Frostra mindenki úgy szereti, hogy szereti, én így szeretem az enyém, hát gyakorlatilag az eleje óta nem sokat változott az a bizonyos modolás. Nos, a következő ilyen Warframe-em, akire azt mondanám, hogy kiállt az időpróbáját, bár viszonylag új, de kiállt az időpróbáját, azóta se si kellett módosítanom a moduláson, az az Inaros. Hát ez a Warframe, ez a Beach Please kategória mindent visz. Bárkit legyőz, bárkit oda gyűr, bármeddig című történet. Egy kis figyelemmel odafigyelsz, bármeddig el tudsz vele menni. Ez lenne rá a modulás, szerintem ebben semmi extra nincs, a kötelező dolgok vannak benne, és ennyi gyakorlatilag, tehát, tehát, tényleg semmi nagyon extra el van intézve című modolás bírja, nem kell bele semmi új, és valá A következő ilyen nagyon erős Warframe, amit szintén kiállt az idő próbáját, az az Ivara lenne, amióta kijött az Ivara, azóta mondjuk mondhatni, hogy nagyon szeretem, de annyira OP, hogy inkább nem használom, mert unalmasá teszi a játékot. Ivarára ez lenne a modulás, max idő, és max range, max range, hát 155 range, ez teljesen jó, és effektivitás, hogy spemelni tudjam, az altatását, és ivara elé természetesen szükség van egy akármilyen törre, amibe bele tud menni a Covert lethality a kettes, és covert lethality együttes ereje elképesztő erőt tud adni Ivarának. A következő uh, ilyen kis frame, ami kiállt az idők próbáját, de ő, hát a Loki az. Loki volt az első warframe -en. tehát mikor elindult a Warframe, még alfa változatban lehetett választani a Lokit, t mint első Warframe-et. Nekem ő volt az első Warframe, uh, kb. a játék megjelenése után fél órával. <laughs> és állítólag <hogy> azóta, <laughs> ahogy csak megszereztem bele a modokat, szépen-szépen bele, belementek, és, és ennyit. Loki időkész, el van intézve, Loki, Loki kurva erős, tehát a a rohadtul erős volt. Nagyon balaszolt, és öm, nagyon úgy van, egyszerűen a képességei összessége úgy van kitalálva, hogy egyszer nagyon erősé teszik ezt a warframe Az egyes kombinálva a, a négyessel, a, 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 a kettes a láthatatlanság, a hármas a teleport, tehát mindegyik képessége, ha jól mixeled egy játékon belül, nem tudsz elesni vele, és még mindig számomra a Loki a, aki ránéz a profilomra, a top használt warframe között van, mert annyi ide, nagyon sokat játszottam vele, amire felépültek, felépült az a e, akkont, ami most van nekem, tehát elég sok időt fektettem a Ez az egyik modolás. A következő modol van még egy, nem nincs jó. Hát, gyakorlatilag ezt a modolást tudom használni akárhova. Igazából csináltam még egy rédes modolást is, ahol tudom vinni ugye a réden a, a bombát, mert hogy van elég energia, Uh, irradiating disarm, ugye egy, egymás ellen fordítja az enemiket, tehát crowd control is van, és egy 190-es ranger, ami szinte megfelelő réden uh, ezt mind tudja intézni max idővel, amivel csak lehet. Nos, a Loki, én a Loki tényleg előszöretet ajánlom mindenkinek, egy kis időt adni kell neki, hogy az ember megszokja és megszeresse, de utána nem bírod levakarni magadról, tehát az, az a kategóriájú Warframe. Hát, szerettem volna a megmesát belevenni, de őket az idők alatt túl sokat változtattam. A másik egy olyan Warframe, ami azt mondom, hogy erős Warframe, de mégis haszontalan, tehát őt beleraktam a leghaszontalabb warframe közé is, de azért megmutatom, hogy a mirázs lenne. Azért rakom bele, mert ő beleesik nálam abba a kategóriába, amit egyszer megmodoltam, és többet sose nyúltam a modolásához, és azóta is ugyanazzal a modolással a mirás tökéletesen megvan. Ajánlom szeretettel amúgy a mirást, hogyha gondolkodnál, hogy kiszeded, mert megéri kiszedni, és, és, tudja hozni a feelinget, és egyszer kell bemodolni, és tényleg amióta a mirás kint van, a egészen a mostani update az a Warframe, amihez nem kellett hozzányúlni. Nos, Necros, Melyiket mutassam. Macrossz az egyértelmű, bár hozzáteszem, hogy azért ő változott, de a pecse elég rég volt ahhoz, hogy őt ki tudjam emelni azon változatok közé, amiket alig használtam. Modulásra ezt használom gyakorlatilag. 100 erő, 100 range, 100 minden, arra van kitalálva, hogy túléljen, túléljen, survivor kön, miközben farmol, mint az atom, tehát gyakorlatilag semmi extra túlélős nekrosz. Van egy régi-régi modulású nekroszom és ami full range-es, de amióta a Necros megcsinálták ilyen tankosabbra, úgy értem, nem nagyon látom értelmét a régi modolást használni, de ezt a modolást nagyon-nagyon ajánlom szeretettel mindenkinek, mert nagyon-nagyon túlélő képes modolás. És a Necros is egy olyan, ami már jó ideje kiállja a Warframe időpróbáját szívű történet. A következő ilyen Warframe, uh hát a Nidust azt nem rakom bele, mert hogy túl új, azt kell, hogy mondjam, de a Nova. A Nova is azon... azon kategóriákban esik, hogy egyszer bemondoltam, és utána tőle nem foglalkoztam vele. Egyrészt azért, mert a Novából létezik kettő a lassítós és a gyorsítós, és annantól kezdve van szarva, annyian vitatkozunk a nova modolása fölött, hogy kell -e bele rés, kell -e bele idő, kell -e bele anyámké, minden kell a novába, és semmi se kell a novába, ez kell, az kell, ilyen augmentod, olyan augment, most tökre fölösleges. Tehát egyszer valamikor régen a nova kijött, az ember bemodolta, és, és lett belőle ez. Voilà, Szefini, ez a lassítós novám, legyetek vele boldogak, egyszer bele modolva, aztán boldogság van, az kész. Itt a gyorsítós novám, itt van 40% erő, legyetek vele boldogok, az kész. Tehát a nova az egyszer bemondom, az, az, az jó lesz, és, és nincs vele gondod, és bármikor számíthatsz rá, e, három év múlva is pont ugyanaz a modalás kell neki, mert egyszerűen kiállja az idő próbáját, nincs rá szükség arra, hogy, hogy killódjunk újra, meg újra a modalásával. Nos. A következő ilyen Warframe, hát igen, az a, a mix. <laughs> Na igen, ez az a Warframe, ami megint csak olyan gusztustólul OP, uh, hogy vagy ritkán használom. Na most azóta a Nixra természetesen kijött egy augmentod, ami még gusztustanabb erősebbé teszi, na most én úgy döntöttem, hogy azt az augmentodat nem használom, mert hogy mi a ráknak, helyette még mindig megvan a jó kis old school modolás, annyi változat azóta a nix kibekapcsolható kapcsolható a, hármas képessége, hát a modoláson ez nem látszik, tökéletesen megfelel, ugyanazt viszem el, és közben azt hazudom, hogy igen, igen, nekem megvan a legfrissebb modulás, nincs meg srácok, tök jó helyt áll a Nix, az egy erős Warframe és nagyon jó crowd control, és a crowd controljának hála nagyon jól lehet vele, hogy mondjam, damage ha van megfelelő fegyvered, úgyhogy ajánlom szeretettel nix -et. A következő ilyen Warframe, aki szintén kiállta az idők próbáját, ha bár egy ö, erősebb változtatás volt rajta, és az a kiemelném a szarinokat, a szarint, hozzá szeretném tenni, ha guztustalanul erős Warframe, top damage bármilyen játékba le tudod vinni, tehát valaki azt írt az egyik videóm alá, hogy a szarin level 50 fölött már nem tud top damage lenni, hát ez egy nagy fasság, tehát már bocsánat, hogy így ilyen csúnyán mondom. A szarin level 150-ig top damage tud lenni, bárki bármelyik damage warframe-et le tudja gyúrni, esetleg az Equinox egy idő után fel tud vele érni, de még azt sem tudom legarantálni. Tehát a szarin gusztustalanul tud damage és régen, mielőtt megjött a buffja, az már jó két éve van talán, hogy a szarint átváltoztatták. Akkor is hihetetlenül erősebb volt, és azt mondom, hogy a két, két változata körül a mostani az erősebb, tehát a mostani sokkal több damage tud kihasználni. Egyszerűen elképesztő fókuszmennyiséget lehet például vele összegyűjteni, és elképesztően, hogy tud darálni egy pályán. A régi szerint nagyon kényelmes volt, nagyon erős volt, de nagyon kényelmes volt mentem le 70 évet orokinderelik Derelik hogy más nem csináltam, csak ultiztam a szarinnal, és lehozta a 70 vévet. Kettő Sarin, tehát ketten voltunk szarint, ketten 70 vévet lehoztunk, úgyhogy meg se tudták közelíteni a podot, amit védeni kell. És most már valószínűleg megközelítik, de az biztos, hogy Sarinnak nem kell sok idő, hogy, hogy legyűrje az elemiket. Ezt a modolást ajánlom rá. Abban az esetben, ha nincs mellette egy Trinity, a következő, ezt a modulást ajánlom rá, hogyha van melletted egy Trinity, mint látjátok az effektivitás névileg megcsapad, de ha van melletted egy Trinity, akkor minél nagyobb range hasson az ulti, a kettes és az egyes, ha nincs mellette Trinity, akkor ezt a modulást ajánlom rá, boldogság van. Ha jól emlékszem, a B, igen, a B modulás az is Survivor sarin -nak felel meg, effektivitás, regeneratív molta, de survivor annyira nem szoktam szerint modolni. Ez, és ez a modolás ajánlom szeretette. Nos, a következő ilyen warframe uh, War and amit szeretnék bemutatni, egyértelmű, azt hiszem mindenki látta. Uh, hát kiállt az idők próbáját. Trinity, változtatás ide vagy oda, gyakorlatilag ugyanaz maradt egy bizonyos szempontban. Azt kell mondjam, hogy egy kicsit kényelmesebbé tették a Blast trinity de attól függetlenül LV Trinity modoláson ezer éve nem nyúltam hozzá. Tehát annyira jó lett, vagy annyira jó maga az LV Trinity, hogy nem kell rajta változtatni tényleg amióta egyszer így bemondoltam, számomra az, az úgy maradt. Ő lenne az EV Trinity, ő lenne a Bless Trinity boldogság, ez van, működik, tök jó, nincsen vele semmi gond. Ugye a Bless-enek némileg kellett változtatni, de nem túl sokat az, hogy macera kellett se újra formázni, se semmi extra, íme itt van. A következő ilyen Warframe, hát nem is tudom, hogy van-e. Ja, igen, va van, még egy. Szeretném mondani ezt a Valkyr, de a Valkyr túl sok változáson esett át, úgyhogy ezt mindig újra és újra kellett modolni. De egy ilyen, még van kettő Warframe, tehát az egyik az az Vóban. Uh, a Vóban megint csak az a Warframe, amit egyszer bemodoltam, és ezt többet nem kellett. Ez lenne egy sima, egyszerű, crowd controlos uh, modolás, spamelni lehet vele az egyest és a hármas, igazából mindet lehet vele spamelni, korrozív uh, projection mert miért ne, a zenurik nem kell energia gyakorlatilag, uh, egy kis ultimodalás, mert miért ne, című történet, és ja, ennyi. Tehát ezt a modellt szoktam vinni rédekre is, tehát egy max range-en teljesen jól tudja a tömeget szabályozni, és gyakorlatilag tényleg nem kellett semmit se változtatni rajta az idők alatt. És egy Warframe, akiről senki nem beszél, mert hogy szegény legalul van, és zével kezdődik a neve, Zephyr Drága. Na, ő, ő frankol az a Warframe, ami kiállta az időpróbáját, modolást tekintetve például. Egyszer őt is bemodolta, de a szuala Széfini megvan a tankod gyakorlatilag, ha ha tryhaldolni akarsz warframe akkor zephyr. Tehát ha tryhardolni az warframe zephyr, mert úgy, úgy tankos is, meg el is esik. Tehát még úgy nem nagyon tudja, mit akar, de uh, jó, ráférne már, már tényleg ráférne egy, uh, egy buff. Na, látjátok, ennyit kitok benne már cserélni. <laughs> tényleg ráférne már egy buff, és... Uh, azt kell, hogy mondjam, hogy de attól függetlenül nem kellett rajta semmi extrát módosítani, egyszer ezt én így bemodoltam, aztán azóta is ott fekszik a polcon igazából, de de abban a szempontból egy erős Warframe és kiállta az idő próbáját. Srácok, melyek a ti erős Warframeitek, ezt szeretném leírni, ti Melyikről mondjátok azt, hogy kiállt a számotokra az idő és mindig egy megbízható Warframe volt, bármikor levetett a polcról, ugyanaz volt, és ugyanazt a teljesítményt hozta? Ennyi lett volna, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, a következő videóig sziasztok!